sziasztok! Elloptam a Rebeka kameráját, és azt nézem, hogy abban a kamerában szép a szemem. És igazából csak fényt akartam. Ezt bele ne vágjátok! De gyönyörű! Szerintem nem fogja kedvelni, hogy elloptam a kamerájukat. Nem az a vicces egyébként, hogy megláttál először, mondom, úristen, mondom, meglát, mi fog történni ebből, hogy fogom megijeszteni? A futás, az meghozta a gyümölcsét. Mondom, az egy plusz. Nem, nagyon para, amúgy nem áll. Nagyon ijesztő tud lenni. Itt vagyok egyébként, szevasztok, Bence vagyok. Aki nem tudta volna. Hogy nézel ki, Timi? Hát most jön ki az új Star Wars, vagy már kijött, úgyhogy oda kell figyelni. Szaggat a szempillám is. Nagyon nagy a Star Wars őrület itt reggel. Szép öleget kívánok mindenkinek. Elérkeztük az új részhez. Te megint megütötted? Mi? Megütötted? Normális? Mi a tüvöltözöl? Te mit tüvöltözök? Hát nem kell a Star Wars! Meg kell minden nézni egyben ilyenkor. Tudod, mit csinál? Nem is szereted a Star Wars-ot, te! Te miről beszélsz? Itt a jelmez. Hoztam kis cuccokat, be vagyok rendelkezve. Played, Angry Birds, Star Wars, minden van. Én amúgy nem lepődök meg. Miért nem lepődsz meg? Hogy így látlak. Én azért eléggé meglepődtem. Befeküdt ide a sarokba, én csak kijöttem megmutatni, hogy elhúztam a Rebeka kameráját. Megtenni? De várjál! Figyelj! Úgy nekem rohant. Hoppáré! Hoppáré! Szóval, a tradíciók... Dominik, kapva a dolgokra! Táncolj már valamit! Hogy rázol? Hogy rázol? Szóval, ilyenkor a tradíció szerint, ha kijön egy új Star Wars, akkor az összeset egyben meg kell nézni, ami, hát nem tudom, nagyon sok óra. Ma? Amikor... Eredeti három voltam, még? Édesem, nagyon naiv vagy szívem. A részeket. Akkor itt az idő a frissítésre. Akkor sajnos neki futás. Mit szólsz? Álljak át a sötét oldalra. Álljak a sötét oldalra. Hello. Mondjad. Egy probléma van. Mi? Az, hogy te nem fogsz egy részse megnézni. Igen. Hát ez nem te döntöd. Tudod miért? De igen, és tudod miért? Miért? Mert menned kell fát menni. De nem veszek fát, az erő segít. Érted? Vagy szépen levesztem. De ne fogd! Rebeka! Bence, de hiába vagy ebben a gyomorult jelmezben, te! Attól még te vagy, úgyhogy nekem te ne! Nem megyek fel, megnézik Dominikkal az összes részt. Dominikot átállítottam a sötét oldalra. Au! Oh. Ilyet nem lehet csinálni. És te ugye az azzal megjönkének, hogy nem tudja a hátadon nem éreztem, hogy ez így kibudjam belőle a hátulat. Nem már! Mint amikor a rajzfilmekben így a kis hájacskát, így tudod, így összegülni az elkállapról. De tudjátok mit? Ellenedek szegülök! Jaj, ne. Ti elmentek fájér, mi nézzük a sorozatot. És még ti is jeljátok meg a kaját. Hopp, hopp, hopp. Dezső Bence, kezdj el vetkőzni és húzz el fájér. Vetkőz, baby. Ne! Vetkőz vagy én vetkőztetek le. Hoppáré! Ne! Akkor? Srácok! Patályzet! Egymást veszitek el a kamerával. Tímea! Elindulsz akkor? Bence! Nem megyek fájére, mindjárt kezdem a sorozatot. Bence, egy óra érez. Első résszel kezdődik a legjobb filmsorozat a világon. Kicsikém, egy órája mondod, hogy mindjárt kezded. Légy szíves. Hát de, szívem, azt azért mindenki tudja, te is. Lehet, hogy nem láttad még a Star Wars egyik részét sem. De te sem.
Bence. De láttam. Nem igaz. Az láttam. YouTube-on? És hatalmasak. Az összes jó. Miért hazudsz bele a kamerába? Nem hazudok bele a kamerába. Hazudsz. Meg akarom nézni a részeket. Úgy érzed, hogy most jött el az idő? Igen. Elmondjam most oda bele a kamerába, hogy te mit mondtál a Star Wars-ra, hogy milyen... Hát, hogy a legjobb! A legjobb! Melyik? Az! Az összes! Tudod, mi mutatna jól a Star Wars-os jelmezet mellett? Mi? Egy karácsonyfa. Akkor hozzatok! Szóval... Tudom. Miért kellett kiosztani a feladatokat, hogyha te nem vagy hajlandó megcsinálni? Hajlandó vagyok megcsinálni. Nem vagy hajlandó megcsinálni. Várjatok, kb. 21 órát csajok. De ne... Ne csináljál már se. Lányok! Én meg elmennék, de robogóval vagyok. Jó, én elviszlek akkor. Na, Dezső Bence, meg ezt azt mondjátok el nekem, hogy robogóval hogy hoztok fát? Nem, robogóval jön el. Ez a baj. Elmegyünk kocsival a Dominika. Megőrülök. Elvisz Rebeka. Nézed a hülye sorozatot, mi meg megoldjuk a te feladatodat is. Igen, kicsit izé. Várjál. Fektesd még magadat. Szia. Jeje, te hogy kiálltál mellettem, azt mondtad nézed te is. De ő tudja, hogy mi én, a feladat. Én azt álltam ki, mellett, hogy a sötét oldalra átállodottam még. De a sötét oldal itthon marad és nézi. Jó, akkor te vagy a sötét oldal, tessék. Szeret. Igen, de mérges vagyok rád. De szeret. Áó! Ez pont olyan volt, hogy nézé. Kutyogós, igen. Szállítom itt a pacsokkal. Négy lába van asztal, de nem szép. Mi az? Tudás. Nem. Segédtaliga. Segédtaliga. Pax. Számítógép tapancsokkal. Te jó ég! Nem véletlen választottam én a főzést, nem ezt a hülye fa után mászkálást. Megfagyok. Kitépjük valamelyik erdőből az cső. Miről milyen beszélsz? Erdőből? Hát valamelyik erdőbe keresünk. Nem sima rendes fát veszünk. Fenyőt? Vagy műfenyőt? Nem sima fát veszünk. Nem rendes fát. Fenyőt. Okay. Hát de nem feelingesebb az igazi? Hát nem már. Lehet, hogy feelingesebb lenne, de igen, nekünk egyébként otthon szerintem vagy 6 éve műfenyőnk van, és ugyanolyan feelinges. Uh-huh. Amúgy most gondolok be. Veszünk valami rendőrtasztót, aminek fenyőnk. Nekünk meg minden. Esélytelen. Soha. Úristen, de undorító. Annál undorítóbb dolog, mint hogy... Úgy nem ér amúgy, hogy kivágok egyet, de helyette ültetek. Nem. Mennyire macera. Megveszed kettő. Egyszer a műfenyőt, és hosszú évek, igaz? Jó. Nem fog hullani, nem kell takarítani utána. De az, vannak ilyen fehér színek is, meg... Jaj, nem. Ne. Én eddig bírtam egyébként, hogy kapucnit ne vegyem fel, tehát ennél szóval nem nagyon nézhetnék ki, de szerintem Dominiknál szóval meg senki nem érezhetné magát, tehát... Kellett neked az összeszerelt fenyő, mi? Feje! Esküszöm, hogy sokkal nehezebb, mint aminek látsz. Összenefogad azért. El tudsz sétálni a kapuig? Bírod egyedül, vagy segítsünk? A macek azt mondod még. Nem, én nem érzem, ne durvagy. Jaj, nagyon ideg van. Én augusztusi gyerek vagyok, én nem bírom ezt az időjárást. Nekem ez sok. Rám ne. Jó, megyek előre, nyomom a gombot. Lefagyok. Kinyitom neked, és tudom, majd megmondom. A liftnél viszont segítettek. Jó, te lassan majd mehetsz. Na, ez lesz egy szép menet, öcsike.
Oda néz. Te jó ég. Rongálsz? Na, figyelj Dominik, szereld össze, meg itt fel, mert nekünk muszáj elolni a tamponér. Ja? Ja, tamponér. Ja. Mit az idő? Fúj. Ezt. Ide lerakom, mivel... Ja. Aha, zsír. Jó, sietünk 10 perc volt. De legalább fölvinni, nem? De mindjárt jövünk, ez nem ilyen 10 percig túl, hogy már jó. Oké. Jó, kösz. Istenem. Megvan, ki van, Rebekája is itt, Bence is itt, hogy egyedül cipelzem fel ezt a rohadt fát.
kamerát is én fogjam még természetesen, videózzam magam miközben. Cipelek fel egy ekkora karácsonyfát. Ajtót meg majd. Anyám, köszönöm szépen. Istenem. Mutatom a spotot, ahol hagytam azt a k***ot fát. Melyik legalja csöves visz el egy k***ot fát egy recepció elől? Fú, de ha így megtalálod. Beraktam a fát, hátra ezt is én kell elintézzem, mert látjátok, nem is akarom csinálni a feladatomat, és mégis elvégzem azt. Nem tudom, hogy a többiek hol vannak. Pont most jöttek meg. Hallod? Az mi? Mint a meg lett volna írva. Hello! Gyönyörű vagy. Nagyon szép vagy. Mi van? Hát az? Haver, ezt is nekem kell intéznem. Megvan a fa. Megcsináltam. Te szerezted? Honnan találtad azt a fát? Hát az számít bármit is, honnan találtam a fát. Hát a fa az ott van, a fa. Igazából igen. Miért? Ja. Ez mi van? Ez mi van? Ember, te normál? Fel van díszítve a fa. De...